nyelvköddel, de ha még úgy érzed, hogy nem, akkor csak marad itt, és kilépsz előre. Jó? Hátra ad a feneket, úgy jössz vissza másikkal, és kilépsz előre. Hogyha úgy érzed, hogy visszabírod magad húzni karelőben, akkor mehet így is. Jó? És akkor a mai nap most Nyíregyházán egy nagyon különleges órán vehetnek részt azok, akik most itt vannak velünk a teremben. Miről is beszélünk pontosan? Légtorna vagy légtánc. Ez egy különleges légtánc workshop, amit most Nyíregyházán tartok. A levegőben fogunk gyakorlatokat végezni. A cirkuszokból ismerhetitek ezt a sportot, vagy ezt a mozgásformát. Most jelenleg a hemokot fogjuk használni, de egyébként több eszközt ismerhetünk cirkuszból. Az én eszközöm a hemok és a szilk. A hemokot egy vagy két ponton lehet függeszteni. Most egy pontos függesztéssel légtánc oktatás lesz, két pontos függesztéssel pedig az aerial fitness vagy aerial jóga jellegű oktatást szoktam csinálni, az is lesz majd itt. A jövőben tervezem, hogy aerial fitness-t és légtáncot is oktatok majd Nyíregyházán is. Következő feladat, álltok az eszközön. Jó, úgy kezdet, hogy felpasztod a két térdet, rász az egyik tartalat, felhúzod magad, magasra nyúlsz, fölállj. Jó, hátra lépsz szabad lábadra, előbb betekered és ide teszed a combod belső részére, ez a faállás. Az a kezdet, hogy a lábad hajtva van, előre jössz és akkor meg tudod magad tartani egyensúlyban. Kinek ajánlanád ezt, hogy kipróbálja ezt a sportágat, vagy művészeti ágat, lehet mindkettőnek is nevezhetjük. Igen, szerintem a légtánc vagy légtorna egy nagyon komplex sport, levegősport, ugye. Művészet szintén is lehet végezni már, amikor egy komplett előadást mutatunk be az eszközön, vagy pedig csak simán fitness óra jelleggel, csoportos fitness óra jelleggel is végezhető. A mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit szeretne túllépni a komfortzónáján, hiszen ez egy olyan dolog, hogy fejjel lefele vagy éppen lebegsz az eszközön, és nem tudod mindig kontrollálni, amit csinálsz, tehát egy kitartást igénylő sport ez. Az aerial fitness óra, amit szoktam tartani, az olyanoknak is, akik idősebbek, vagy gerinc problémájuk van, hiszen a fejjel lefelé lógás, az a vérkeringés frissíti, nyújtja a gerincet, leveszi a terhet ugye a gerincünkről, és hát gyógyulási folyamatokat tud elindítani, tehát hogy ezen kívül nagyon jó arra, hogy megnyújtsa az egész testet, erősít, mély izomerősítő, és hát ezt lehet érezni, aki csinálja, az sokkal rugalmasabb a mindennapi életben is. Az akkor egy lábát mindkettőre tért hajlatig ráakasztja, tehát nem csak így oda támasztod, ráakasztasz, a másikon magad mögé és megfoghatod. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat!